A magyar államalapításról beszélgettünk dr. Szabó Pál történésszel. Megjelent a Somogyi Könyvtár mobil applikációja, amely sok érdekes információt tartalmaz Szegedről. Virtuális és kiterjesztett valósággal is várja a látogatóit a szegedi belvárosi mozi. Napközis táborokkal és változatos foglalkozásokkal várja a szegedi Somogyi Könyvtár a gyerekeket az idei vakáció ideje alatt is. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, stúdiónkban pedig köszöntöm dr. Szabó Pál történészt, akivel az államalapításról, az azt megelőző és az azt követő időszakról, valamint ugye a jelenlegi ünneplési formájáról is fogunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Először is leszeretném tisztázni, hogy mit is nevezünk államalapításnak, így röviden, mint ha fogalomként ezt nevezhetjük. Én is nagyon köszönöm a meghívást, köszöntöm a nézőket. Hát így augusztus 20-a környékén ez a kérdés szerintem úgy több mindenkibe fölmerül, nem csak a szakmába vagy a történészek körébe. Az államalapítás fogalmánál érdemes azt megjegyezni, hogy differenciáltabb, mint gondolnánk. Ugyanis a szakma, a történész szakmában körülbelül 10 éve egy olyan vita keletkezett pont ebben a kérdésben, a magyar államiság kezdeteiben, amely azt mondja, hogy a 10. századra, tehát Géza fejedelem, illetve István király korára létrejött magyar, mondjuk nagyfejedelemség, az nem minősül a modern szó értelemben vett államnak. Ennek több kritériuma van, ugyanis ők azt mondják, hogy a 19. század, 20. századi államelméleti fogalmakat visszavetítve hiányoznak alapvető ismérvek valaminek az állammá való kinevezéséhez, vagy tartásához, vagy beazonosításához. Így a középkori államoknál is ez problémás. Na most ilyen értelemben államalapításról István idejében ők korlátozottabban beszélnek, államszervezést említenek. Hát akárhogy nevezzük, a forrásokat is megvizsgálva, jó magam nem osztom ezt a véleményt, hiszen állama a magyar törzseknek az Európába való megtelepedésével, az ott kialakított szervezeti formájukban valamilyen formában létezett. Ez a modern államfogalomnak a számonkérése a középkori állam alakulatokon, ez tulajdonképpen ilyen retrospektív fogalom projekciónak minősülhet. Tehát minden korban, akkor ilyen alapon akár az ókori államokat sem nevezhetnénk, vagy a görög polisz sem államnak, holott azért mégiscsak úgy viselkedtek egymás között, illetve a külpolitikai viszonylatokban. A magyar területeken, magyar törzsek között sem volt ez másképp, csak bonyolultabb a történet. Azért, mert a magyar törzsek a megtelepüléskor törzsszövetségi formát öltöttek, tehát ugye ez a bizonyos hét magyar törzsnek a mondánkban is jól olvasható szövetsége. Ez az egyik része, a törzsszövetség. A törzsszövetség az már egy szorosabb együttműködést feltételez, a vérszerződésnek a hagyománya ide köthető, ez jól ismert szintén, nem kívánok belebocsátkozni a részletekbe, és valamikor a nagyfejedelem vagy a fejedelem választással ez a törzsszövetség alakul át egy fejedelemségé. Ugye ezeket lehet látni abban az időben, amikor már a nyugati európai kútfőkben is olvashatjuk a magyar diplomáciát, a magyar hadseregeknek a megjelenését, amit ugye korábban kalandozásoknak is neveztek, de hát erről azért a mai időszakban már sok minden új dolog kiderült, ebbe sem most megyek bele. A lényeg az, hogy a nagy fejedelemség már a törzsszövetségnél is egy szorosabb, központosítottabb államformát jelentett a Kárpát-medencében. És ennek a nagy fejedelemségnek a keresztényi alapokra helyezése, áttétele indult meg Géza fejedelemnek az utolsó éveiben, ha lehet azt mondani, és hát István, első szent István királyunk egész uralkodása tulajdonképpen erről szól, hogy azt a steppei nomád államot, azt a fejedelemséget, ami a Kárpát-medencében megtelepedett, és akkorra már gyökeret is tudott verni, átalakította egy nyugati típusú és fontos keresztény típusú állammá, királysággá.
valahogy az államalapítás, állam létrehozása az ilyen értelemben vehető. Tehát 20-án, amikor megemlékezünk, akkor nem a magyar állam születéséről van szó, hanem akkor a keresztény alapokra való helyezéséről értelemszerűen. És ennek ugye fontos részfolyamatai voltak, ami során ez működött. Ezeket hogyan tudnánk felosztani, hogyan érdemes ezeket vizsgálni, hogy milyen lépéseket tett Első István afelé, hogy a magyar állam megalakulhasson? A keresztény állam megalakulhasson. Tehát nagyon fontos lépése talán a korábbi többszörös hatalmi ágaknak az egy kézbe való vétele. Ez a lakonikusnak tűnő kijelentés, ez azt akarja, hogy a korábbi forrásokban, arab forrásainkban, muszlim forrásainkban találkozunk a kettős, illetve hát a hármas fejedelemség vagy vezérségnek a meglétnél a magyar államszervezetben. Ugye ez azt jelentette, hogy kazár mintára, ugye ami a magyar vándorlás során a kazár birodalommal való érintkezés egy fontos időszakot jelentett, egy szakrális Kende nevű fejedelme volt, vagy feje volt az államnak, illetve egy gyakorlatiasabb, főleg a hadjáratokban tényleges hatalmat bíró Gyula, és harmadik vezérként, vagy hát ilyen főként a görög források, a bizánci görög források, itt Konstantin császárnak a De Administrando Imperio című munkájára gondolok, megemlít egy harmadik főtisztséget, a karkászt, vagy horkát a magyar nyelvben. Ez a három tisztség nagyon jelentős volt a kalandozások ideje alatt. Tehát amikor még a Kárpát-medencei és a Géza fejedelem előtti magyar állam aktívan részt vett a külpolitikában. Na ezt a véleményem szerint ezt a három fő hatalmat egyesíti fokozatosan István király, amikor ő hatalomra kerül. Ezt még Géza fejedelem nem tudta, próbált diplomáciai, házassági kapcsolatokat kiépíteni. Egy nagyon jó példa, ami István király származására is döntő befolyást gyakorolt, hogy Géza fejedelem az erdélyi Gyulának a lányát, Saroltot vette feleségül, és hát István édesanyja is így Sarolt lett, akinek volt egy ilyen dinasztikus kötöttsége, vagy kapcsolata a Kárpát-medence keleti területén lévő erdélyi Gyulák, mondhatnánk úgy, hogy országa vagy uruságával. Ez volt az első lépés. István ezt nagyon keményen végrehajtotta, és tulajdonképpen az állam hatalom megszervezése vagy megszerzése az ezekkel a korai háborúival telt el. Ugye a legismertebb tényleg csak röviden hatalomra kerülés, ugye 997-ben halt meg Géza fejedelem, és hát István Vajk néven, ugye egy nem keresztény néven kezdte meg az uralkodását, nyugati forrásokban is Vajként emlegetik, és a keresztelése is majd ezt követte. A legnagyobb konfliktusa az ugye a Dunántúli herceggel, a Koppánnyal történt. Ugye ez még az ősi magyar szokásjogi hagyomány alapján igényt formált a trónra. Ugye Géza halálával nem az első szülött fiú örököl, hanem a családban a legidősebb, uralomra alkalmas személyt tartották volna a következő vezérnek, vagy fejdelemnek, tehát őt még nem királynak, hanem fejdelemnek, és ez lett volna Koppány. István ugye a bajor-német támogatást tartotta fontosnak, Géza fejedelem is a nyugati irányban tájékozódott, legyőzte. A következő háború az igazából, amit már említett, Gyulák ellen fordult az erdélyi területeknél. Tehát ez a Gyula nem személynevet jelent, azért mondom, hogy ne essünk ebbe a könnyen kinyitható csapdába, hanem ez tisztség. És a nevei is megvannak, hogy kiviselte ekkora Gyula tisztségét. Na most az egy, a krónikáink leírása szerint az egy rövid háborúban István az erdélyi Gyulát fogjulejtette, bebörtönözte, és hát feleségével ott tartotta. Viszonylag kegyelmesen, kimiletesen bánt vele. Ez annak is köszönhető egy másik forrás szerint, hogy rokonságban állt az Árpád familiájával, családjával, tehát István királlyal is valamilyen rokoni szál fűzte, nem végezte ki.
aztán később Lengyelországba került a feleségével együtt, az Erdély Gyula. De az országát megszerezte. Ehhez kötődik egy bolgár, lázongó bolgár terület elleni harc, a Keán vezér, ha ez egyáltalán létező, beazonosítható személy, a neve így maradt fent. És tulajdonképpen itt a mi térségünkben az Ajtonynak a területével, az Ajtony vezérnek az országával, vagy annak a megszerzésével zárult le Istvánnak ez a területszerző háborúja. Ez a legjobban ismert, ugye a királyi családnak a rokona, Doboka vezér fia, Csanád volt az, aki Ajtony vezért legyőzte, és hát tulajdonképpen ezen a területen jött létre a későbbi Csanád vármegye, ugye most ez is a hírekben a Csongrád Csanád elnevezés kapcsán szóba került, tehát valamikor ennek a gyökere itt vannak, ez egy konkrét személyt jelentette, aki ez a Csanád vezér valószínűleg szintén a királyi család rokonságát tartozta. Tehát ezek a harcok, területszerző harcok mindenképpen szükségesek voltak ahhoz, hogy István az egész területre, az egész Kárpát-medencére többé-kevésbé megszerezze a hatalmát. Ez volt az egyik legfontosabb része, és hát az állam megszervezése, annak a lépései, azokat majd csak ezt követően láthatott hozzá. Fontos még megemlítenünk a törvényeket, amiket ugye alkotott első István. Azért érdekes számomra, mert én jogtörténész is vagyok, és a korábbi kutatás az nagyon szépen feldolgozta az István neve alatt fennmaradt törvényeket. Két törvénykönyv maradt az ő neve alatt a hagyományban ránk. Ez egyik része egy külföldi, hát ausztriai, az Admonti kódexben, a másik pedig a magyar kódex hagyományban több, nagyon sok kiadásban, több példányban, a Corpus Juris Hungarici, a magyar akkori törvénytárban olvasható latin nyelven. Na most az érdekes ez, mert nagyobb részt a kutatók, és jogosan, nyugat-európai hatást, nyugat-európai törvénykezési mintákat kerestek a törvényekben. Ez nem volt elítélendő, a szomszéd államok, az ekkoriban formálódó cseh királyság, a lengyeleknél, vagy a kijevi rurikidáknál is egyes mintákat Bizáncból, vagy Nyugat-Európából, vagy egyházi zsinati rendelkezéseket átvettek. Szent Istváni törvényekben viszont megmutatkozik egy-két a magyarság steppei, nomád életéből való szabálynak az átvétele, vagy legalábbis az épségben hagyása. Nagyon érdekes például, csak példaképpen említek, ugye ott vannak azok a törvények, amit jól ismerünk, ugye a keresztény hitnek a bevezetése. Ez nem ment könnyen. A templomba járás elrendelése, az egyházi tizednek a fizetése, az megint szintén nem ment könnyen azt elfogadtatni. Illetve hát az egyházi liturgia nyelvének a tiszteletben tartása, ugye az, hogy a szentmise alatt, ami latin nyelven folyt, nem szabad volt mindenféle mormogással zavarni az egyházi liturgiát. Ezt is büntették. Na most itt a mormogás alatt többen föltételezik, hogy nem a beszéd megzavarását jelentette csak, hanem párhuzamos saját ritust tartottak a szakrális helyen. Tehát ez a korai kereszténység a Kárpát-medencében, ami a magyarsághoz köthető, ez nagyon szinkretikus jellegű volt. A korábbi hagyományokból is nagyon sok elemet úgymond krisztianizált keresztény formában megtartott. Ugyanilyen érdekes még ebből a steppei hagyományból a kardrántás szabálya. Ugye István nagyon szigorúan a törvényben elrendelte a magánharcnak, a magánvérbosszúnak a tilalmát. Valakit, hogyha kard kirántásával akart megölni a másik személyt, független attól, hogy milyen a társadalmi állása, azt már önmagában halállal büntette. Ilyen kemény magánharc elleni háború, egy tilalom, az a hunoknál volt például meg, tehát a kínai forrásokban maradt ez fent róla igazán. Nekem, ami igazán kedves, az a nőrablási szabály Szent Istvánnak, szintén steppei eredetű nyomokat őriz, mert a nőrablás vagy lányrablás az a keleti hagyományban a házasságnak egyik formája. Nevezzük akár így, nevezzük akár úgy, az nem pusztán rablás. A nyugati kódexek, főleg a germán helyi törvénykönyvek, azok mint egy dologlopást kezelték és pénzbüntetéssel szankcionálták a nőrablást. Szent István törvényeinek a megfogalmazásában van benne az, hogy aki valamely nőt a szüleinek beleegyezése nélkül feleségként rabol el. Tehát benne van a célzatosság, hogy nem csak elviszi, nem csak elrabolja, hanem házasodni akar vele, mert ugye nem engedték a házasságuknak a létrejöttét. Ebben a törvényben is benne van a szankció, tehát István sem engedi meg,
a keresztény álláspontot, a zsinati döntéseket figyelembe véve tiltja, vissza kellett adni az ilyen elrabolt nőt, és hát jóvátételt kell fizetni. És még ha jóvátételről beszélek, ez is egyedülálló a Szent Istváni rendelkezésekben, hogy kompozíciót, kárpótlást, jóvátételt írt elő a legtöbb bűncselekménynél. Ez a jóvátétel igazodott az elkövető társadalmi státuszához. Az alapvető tagozódása az háromszintű. Az előkelők, a katonák, a míleszek, a vitézi réteg és a szabadok, és akkor mögötte még van a szolga népességre vonatkozó szabályok. Tehát aki rablást, lopást követett el, annak a jóvátételi összege az előkelőknél a legmagasabb, a szegény vagy a katonarétegnél kevesebb, és hát a szolgánál a legkisebb. A népből valók, a paupereknél a legkisebb. Tehát érdekes módon ez a mai fülnek talán furcsa, hogy nem bünteti úgymond olyan szigorúan, de bünteti csak a saját vagyoni viszonyaihoz mérten. Ez viszonylag új szabályozás. Tehát a Szent Istváni dekrétumoknak tényleg a legfontosabb kapcsán ezek érdekes momentumai, ami nem a nyugati mintát támasztják alá. A nagyobb része természetesen az nyugati mintájú. A mai napig azon kívül, hogy augusztus 20-án ünnepeljük az állam alapítás ünnepét, mi... Hát ez így nem jó kérdés, hogy mi érezhető ebből az egészből, de hogy mit is ünneplünk igazán, tehát hogy sokan csak a tűzijátékot látjuk, vagy éppen a fesztiválokat, a kirakodóvásárokat, de hogy egyébként ezt még hogyan ünneplik? Tulajdonképpen annak a keresztény államiságnak alapjának a lerakását kéne ünnepelnünk, amit a mai napig is ugye tovább éltetünk, vagy hát tovább folytathatunk. Egy nagyon elriasztó példát mondok a középkor kora időszakából, ugye a mi istváni döntésünknek köszönhetően, hogy ugye választott, hogy nem tartható meg a korábbi, úgymond nem nyugati keresztény állama, nem tartható meg az a különállás Európától, az akkori államoktól elszigetelt létbe, a Kárpát-medencéiben sem, az avar birodalomnak a sorsa. Az avarok ugye késő, vagy korai időszakban jelentek meg, tehát István előtt jóval, 6.-5. században a legfénykora, és hát Nagy Károly háborúzik még az avarokkal itt a Pannoniában, a 8.-9. század időszakában. Szinte azt lehet mondani, hogy régészeti emlékeik maradtak meg, de az a hatalmas avar birodalom, ami a Kárpát-medencét lefette, milyen nem volt keresztény. Ő a kemény bezárkózást, a háborút választotta, nem tudott gyökeret ereszteni. És hát ugye a honfoglaló magyarok is, ha lehet hinni, nagyon nagy számú népességével az avaroknak, akit rokon népként köszöntöttek, vagy legalábbis rokonságként tartották számon egymást, még itt találtak a Kárpát-medencében, amikor megtelepettünk. Tehát az avar birodalomnak a példája az egy jó mementó annak, hogyha István idejében nem történik meg ez a váltás, és nem így történik meg, akkor talán a magyar állam sorsa az hogy alakulhat. És hogy igazából augusztus 20-án szerintem erre is méltó emlékezni. Az állam alapítást, amiről beszéltünk itt a műsor elején, nyilván nem Szent István hozta létre egy csapásra. Az is nyilvánvaló, hogy elkezdődött valami, egy hosszú folyamat, a kereszténység felvétele és a kezdeteikbe járt, tehát nem azonnal járt mindenki a latin nyelvű misékre, hanem ez hosszú folyamat volt. A törvények szerint még Szent László és Kálmán királyi, Könyves Kálmán időszakában is kellett szigorú regulákat hozni, hogy ahogy a Kálmán dekrétum fogalmazza, a keresztény hit akkor már felserdült állapotában volt található az országban. Tehát valami elindult igazából, és ezt inkább így tudatosítsuk, nem egy csapásra István a vármegye rendszert, amiről nem is tudtunk nagyon még beszélni, igazából az egyház szervezet kiépítését, az első püspökségeket létrehozását, vagy az érsekségnek a létrehozását, azok hosszabb folyamattal az Árpád dinasztia, Árpád időszak későbbi századaiban szilárdultak meg. Köszönjük szépen ezt az átfogó beszélgetést, köszönjük a meghívást, önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra! Megjelent a Somogyi Könyvtár mobil applikációja, amely sok érdekes információt tartalmaz Szegedről. A Szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által fejlesztett oktatási, kulturális és szórakoztató mobil alkalmazás segítségével
bárki könnyedén és játékosan megismerheti Szeged történetét, jeles személyeit és nevezetes épületeit. A Szegedi Somogyi Könyvtár egy országos digitalizáló pályázat nyerteseként fogott bele többek között az applikáció fejlesztésbe is. Ezen applikáció, amely letölthető, ingyenesen megtalálható, tartalmaz könyvajánlókat, tartalmaz programokat, illetve újdonságként a kolléganőinkkel helyismereti sétákat, virtuális kiállításokat, ismeretszerző anyagot készít. És ehhez kapcsolódva különféle játékok is megtalálhatók ezen az alkalmazáson. A célunk ezzel tulajdonképpen az volt, hogy a Somogyi Könyvtár gazdag dokumentumaiból, gazdag anyagából és a Szeged nevezetességeiből, történeti ismereteiből egy olyan élhető, élményszerű, élvezhető sétát, kiállítást, alkalmazást hozzunk tulajdonképpen létre, amelynek a során akár a kicsik, akár a nagyok megismerhetik a múltunkat, és hát tulajdonképpen, mivel séta is van benne, a jelenünket is. Ez a séta a Somogyi Könyvtár elől indul. Ezt követi a Domtér állomás, amely Szeged leghíresebb tere és kiváló akusztikája miatt a szegedi szabadtéri játékok központi helyszíne. A Domteret még 10 megálló követi. Az út során megtudhatjuk, miért 6 európai városról kapta nevét a nagykörút egy-egy szakasza, kinek a tervei alapján és eredetileg milyen céllal épült a Reök palota, de például azt is, hogy miért különleges a többi szegedi szobor között Duganics András szobra a róla elnevezett Duganics tér közepén. Minden egyes állomásnál a legfontosabb információkat elolvashatják a felhasználók, folyamatos fejlesztés alatt van, hamarosan hangfájlokat is meghallgathatnak ezzel kapcsolatban az alkalmazás használói, illetve érdekességként a dokumentumainkból válogattunk régi fotókat, rajzokat, köteteket, amelyek egy-egy épülethez, egy-egy híres építményhez csatolhatók, csatlakoztathatók. Igyekeztünk oktatási segédanyagot is mellékelni mindemellé. Egy élményszerű kvíz, különböző feladatlap formájában minden egyes kiállításhoz, sétához hozzárendeltünk egy feladatlapot. Középiskolás és általános iskolás szint van jelenleg. Ez azt jelenti, hogy például a Léptennyomon Szegeden virtuális városismereti séta kapcsán összeállítottunk kvízkérdéseket, feleletválasztós kérdéseket, de van például keresztrejtvény is, és hát játékos formában, aki megismerte már Szegedet az applikációval, az válaszolhat, tesztelheti a tudását, hogy mi az, amit megjegyzett a város történelméből, történetéről ezen alkalmazás során. A könyvtár munkatársai igyekeztek úgy összeállítani a sétákat, hogy azok lehetőleg szegedi vonatkozású évfordulókhoz, híres személyekhez, vagy a város életében fontos eseményekhez kapcsolódjanak. A várostörténet, a helyismeret egy kicsit közelebb kerül a városlakókhoz, sokszor turisták is csatlakoznak ezekhez a programokhoz, de mindenképpen fontos, hogy kilépjünk a könyvtár falain kívül. Nagyon fontos az, hogy ott a helyszínen próbáljuk megismertetni a szegediekkel, vagy a hozzánk látogatók, hogy miért is érdemes erre az épületre figyelni, mi az, ami mondjuk egy szoborban, egy emlékműben érdekes, az alkotóról, magáról a történelmi eseményről, az építészről, tehát számtalan aspektusa lehet egy ilyen helyszínnek a városban, hiszen nekünk ez a lakóhelyünk, másként kötődünk hozzá, hogyha tudjuk annak a helynek, épületnek a történetét. Úgyhogy egyrészt van egy ilyen hagyománya a könyvtárban a sétáknak, és hát amikor már okos eszközzel is megpróbáltuk ezt megjeleníteni, az 5 évvel ezelőtt volt, a Móra Szegeden applikációnk volt az első, ami könyvtári környezetben ilyennel próbálkozott országosan is, és ebben Móra Ferenc emlékhelyét, egykori igazgatónk, Szegeden megtalálható emlékhelyeit, lakásait térképeztük föl, és ez volt az első, amin
megpróbáltunk egy kicsit a virtuális térben sétával kilépni. Ez nem azt jelenti, hogy ezt virtuálisan kell, de úgy is lehet, hogyha valakinek esetleg erre van mondjuk igénye, de sokkal inkább az a cél, hogy egy ilyen eszközt kézben véve, térképpel, ismeretanyaggal, fotógalériával, archívanyagokkal, akár hangfájlokkal segítsük a bejárását annak az útvonalnak, amit mi elterveztünk. Ilyenkor törekszünk arra, hogy minél változatosabb legyen, lehetőleg kényelmes sétatempóban ez egy bejárható útvonal legyen, hogy ez bárki számára elérhető így, és emellé pedig nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mindig főként a könyvtári dokumentumokra alapozzunk. Tehát a képgalériák a Somogyi Könyvtár helyismereti gyűjteményének képeslapjaiból, fotóarchívumából kerülnek elő, vagy köteteinknek a címlapja illusztrált át, hogy mindenképpen saját kincseinkre, saját forrásainkra alapozzuk ezt. Természetesen, amikor egy ilyen sétát összeállítunk, akkor arra is kell gondolnunk, hogy a legszélesebb korosztálynak tudjunk biztosítani ezzel egy közérthető, népszerű ismeretterjesztés legyen ez ebben, és hát ennek nyomán az új applikációk fejlesztésénél már mindezt az ismeretet, módszertani gyakorlatot, amit az elmúlt éve során akár a városban vezetett személyes sétánkon, akár az előző mobil applikáció kapcsán megtapasztaltunk, így a kollégákkal ezt mind beleépítettük ezekbe az új fejlesztésekbe. Egyrészt van egy arcképcsarnok, ami nagyon fontos, hogy híres szegedi tudósok, közéleti személyiségek, írók arcképcsarnokában tud tallózni az érdeklődő, tud választani a hozzá kapcsolódó életrajz mellé kap szegedi információkat, hogy hol keresse az emlékhelyet, hol van szobra, emléktáblája, szülőháza, és így tovább. Emellett a Léptennyomon Szegeden ez egy városismereti séta, amiben térképpel kiegészülve végig tud egy nagyon gazdag történelmi eseményekben, nevezetességekben, minden szempontból egy nagyon gazdag utat állítottak össze a kollégák, és emellett pedig még egy virtuális kiállítás is bekerült ebbe az applikációs csomagba, ami Szeged elmúlt 300 évét dolgozza fel a Somogyi Könyvtár dokumentumainak tükrében. Ezek a dokumentumok képileg is megjelennek, tehát egy-egy galériában rákattintva megnagyíthatóan, jó minőségben megnézhetik ezeket a képeket, és egészen napjainkig eljutunk a város történetében, erre törekedtünk, hogy tényleg a legutóbbi idők fejlesztéséig meg tudjuk mutatni, akár a városlakók számára, akár a hozzánk érkező turisták számára, akik érdeklődnek, hogy legyen egy általános képük arról, hogy mit kell tudni Szegedről, mit érdemes, és mi a mi történelmünk. Az okostelefonokra ingyenesen letölthető alkalmazás a már említett funkciókon kívül rendelkezik könyvtári, könyv- és programajánlóval is, így a biblioteka látogatói mindig naprakészek lehetnek a Somogyi Könyvtár újdonságait illetően. A belvárosi mozi a tavalyi évben teljes körű rekonstrukción esett át. A közel 1 milliárd forintnyi uniós támogatás mellett Szeged megyei jogú város is biztosított forrást az épület felújításához, ennek köszönhetően az intézmény 2020-ban több, különleges elemmel gazdagodhatott a napfényvárosában élő mozirajongóknak nagy örömére. Ez egy komplex feladat volt, és egy nagyon szép projekt volt, és nagyon köszönjük Szeged városának, mert tulajdonképpen ő választott ki minket erre a projektre, a 100 éves műemlékmozi épületét, hogy sor kerüljön a felújításra. A felújításnak két ága volt. Egyrészt volt egy energetikai felújítás, ezt december 18-án befejeztük, meg is nyílt a mozi. Ennek keretében szinte az összes vezeték, az összes energetikai berendezés, a fűtés, a szellőzés, a világítás korszerűsödött, illetve elég nagy átalakuláson esett át a
Zsigmond Vilmos terem, a legnagyobb termünk. Itt vásznat cseréltünk, hangrendszer cseréltünk, székeket cseréltünk, kárpitokat, ami egy nagyon látványos eredményt hozott. És hát új területek nyíltak meg. Na most ez úgy függ össze, hogy az új területeken rendeztük be azt a kiállító teret, interaktív kiállító teret, ami tulajdonképpen a pályázat második felének, a turisztikai beruházásnak a része. Tehát így nyílhatott lehetőség arra, hogy egy ilyen pályázatot is benyújtsunk. És ahol most itt állunk, ez az egyik kiállító tér, amit most nyitottunk meg. Úgy volt, hogy márciusban, de természetesen a pandémia miatt nem tudtuk, úgyhogy most nyílt meg egy-két hete. A tárlaton, a korabeli plakátokon, legendás sztárok fotóin és múzeális vetítőgépeken keresztül jutunk el a legkorszerűbb digitális technikáig, miközben a látogatók megismerkedhetnek a mozitermek névadói, Zsigmond Vilmos, Balázs Béla és Csőke József munkásságával is. Ez a tér tulajdonképpen az interaktív VR-AR kiállításunknak egy kicsit hagyományosabb része, de azért itt is vannak olyan technikai újdonságok, amikkel találkozhatnak a látogatóink. Tulajdonképpen ebben a térben szeretnénk egy kicsit a mozi 100 éves történetébe betekintést nyújtani, illetve egy kicsit a mozi technika történetébe, vagy hogy aki itt dolgozott mondjuk 50-70 évvel ezelőtt, annak milyen élete volt itt, vagy milyen munkafolyamatok zajlottak. Tehát ott van egy vitrin, ami az egyik jelenlegi kollégánk nagyapjáról emlékezik meg, aki itt volt fűtő, filmszállító, sok minden munkakörben dolgozott. Tehát ez egy ilyen kis érdekesség. Illetve hát ami nagyon fontos, hogy szerettünk volna a termünk névadóiról megemlékezni, Balázs Béláról, Zsigmond Vilmosról és Csőke Józsefről. Őróluk a termeinket 2005-ben neveztük el. Zsigmond Vilmossal és Csőke Józseffel még volt szerencsénk, hál' Istennek, találkozni, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, és szerettük volna az ő emléküket így módon is ápolni és megmutatni az ő munkásságukat. Elmentünk a Somogyi Könyvtárba és a Móra Ferenc Múzeumba, és kutakodtunk, és sok érdekességet találtunk. Ott főleg 40-es, 50-es évekből származó, de még régebbi plakátok is vannak, illetve kitettünk egy újságcikket a korabeli sajtóból, ami hírt ad arról, hogy megnyílik 1920. szeptember 8-án a Belvárosi Mozi. A látogatói élményt okostelefonról indítható úgynevezett múzeumi guide erősíti. Ez a vállalat, illetve ennek az elődje azért elég régen fennáll, és van egy raktárunk, ahova az éppen a technikából kimenő dolgokat elvisszük, és hát tulajdonképpen ott ilyen raktármúzeumként üzemel. A digitális korszak előtt ugye voltak 8 mm-es filmek, 16 mm-es filmek és 35 mm-es filmek. Itt kiállítunk néhány 16 mm-es vetítőt. Dolgozunk azon, hogy ezt a 16 mm-es vetítőt úgy helyrehozzuk, hogy vetíteni is tudjunk rajta, már nagyon közel állunk hozzá, tehát azt azért szeretnénk majd megmutatni, vagy a gyerekeknek megmutatni, hogy kell egy filmet befűzni, nem volt egyszerű. Nekem még vannak kollégáim, akik ilyen 16 mm-es filmvetítővel, hordozható filmvetítővel járták az óvodákat például, és délelőttönként az ovisoknak vetítettek vele. De hát ez ugye még mind a digitalizálás előtti korszak. A kiállítótérben bárhova is tekintünk, mindenütt a múlt és a jelen mozi és filmkultúráját meghatározó szeleteivel találkozhatunk. Ikonikus idézetek, én azt gondolom például, hogy Wim Wenders mit mondott Balázs Béláról, Csőke József bácsinak egy-két olyan jelentős gondolata, vagy hogy például, hogy keletkezett a mozi szó tulajdonképpen, amit Heltai Jenő talált ki. A mozi, movie, mozgás szóból általában a többi nyelven inkább a kinematográfia szóból vezették le, de nálunk ez a
Tehát ezek ilyen apró érdekességek. Nyilván mi nem egy nagy múzeum vagyunk, tehát nem tudunk minden részletet bemutatni, de azt szeretnénk, hogy aki ide betér, azért néhány érdekes dologgal gazdagodjon. A kiállítótér egyik vitrine Csőke József szegedi születésű filmrendező munkásságából és sikereiből nyújt válogatást. Nagyon szerettük, idősen ismertük már meg, ő szegedi születésű szintén, és tanítóskodott itt fiatal korában, és akkor a tanítóknak kötelező volt megtanulni filmet vetíteni, és innen indult tulajdonképpen az ő pályája. Ő rengeteg dokumentumfilmet rendezett, főleg sporttémájúakat, 6 vagy 8 olimpián volt kint, és ott felvételeket készített, vagy a legendás 6-3 meccsen például felvételeket készített. Ezeknek a filmeknek a nagy része megvan, illetve megkaptuk a lányától a kitüntetéseinek a nagy részét, úgyhogy itt a Tiszti Érdemkereszttől kezdve a Magyar Újságíró Szövetség aranytolláig sok mindent meg tudunk mutatni. A tárlat különlegessége a Fénymestere című Zsigmond Vilmos előtt tisztelgő negyedórás VR film. A Mátyási Áron rendezte alkotás kerettörténetét egy családi legenda adja, amely szerint Zsigmond Vilmosnak 16 éves korában a vásárban egy cigányasszony megjósolta, hogy egyszer híres ember lesz. Aki itt a mozi történeti tárlaton megismerkedik a virtuális valóság csodájával, szeretne jobban elmélyedni benne és több mindent kipróbálni, annak rendelkezésére áll a 3. emeleti VR élménytár, ahol a legmodernebb technikákat, játékokat és filmeket lehet kipróbálni a virtuális valóságban. Többfajta lehetőség van még játékon belül is. Alapvetően két ilyen álló stationnek nevezném. Tehát az a lényeg, hogy két ilyen álló rész van, ezek főleg, tehát pont ezért ilyen mozgékonyabb játékokra van kitalálva, de igazából lehet itt is mindenféle dolgot játszani. Meg lehet találni igazándiból a kreatív játékoktól, a lövöldözős akciójátékok, sztori játékok, mindent, tehát igazából minden megvan, és hát ezeknek kismillió változata lesz. Most nyilván még nem rendelkezünk mindennel, de alakulóban van, illetve vannak játszható demók is. Ez folyamatosan bővülő tartalom, ez igény alapján is változik. A visszajelzések abszolút jók. Az az igazság, hogy eddig csak pozitív értékelést kaptunk. Szerencsére töltögettünk is az emberekkel, amennyire volt idejük, meg engedte az idő, akkor kitöltöttek egy ilyen visszajelzést, és mindegyik pozitív. Olyan volt, hogy nem a legkiválóbb, de az a lényeg, hogy egyelőre pozitív. Mindenkinek tetszik, olyan is van, hogy tehát természetesen ez egy olyan környezet, amit meg kell szokni, és ezért nem mindenki viseli ezt a 50 perces időt teljesen jól. Van, aki rosszul lesz, vagy van, aki jobban bírja. Ez is változó, de olyan is volt, aki rosszul lett, és ugyanúgy jónak értékelt az egészet, mert maga az élmény jó volt, csak kapott egy kis fura hatást ettől az egésztől. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár idén-nyáron is számos programmal várja a gyerekeket a vakáció alatt. A táborozók változatos tematikájú napközis táborokban és kötetlen foglalkozásokon vehetnek részt a könyvek birodalmában. Ilyen például a robotika tábor, ahol a programozás és szerelés mindig valamilyen gyermekkönyv köré épül. A Széchenyi 2020 pályázat keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére Európai Uniós forrásból valósult meg a Múzeumi és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek című program, melynek országos hatókörű könyvtári projektje az Én Könyvtáram címmel valósult meg. Az első pillanattól kezdve megtetszett számunkra ez a program. Mi lettünk a kipróbáló helyszín, tehát egy budapesti cég találta ki a programot, de mi magát, a megvalósítását itt hajtottuk végre a Somogyi Könyvtárban. Nagyon jó tapasztalataink voltak, mind a pedagógusoktól, szülőktől, kollégáktól, gyerekektől, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy beszerzünk eszközöket, és ezt folyamatosan visszük ezeket a foglalkozásokat itt a Somogyi Könyvtárba. De nem csak a könyvtárba, tehát ebben a központi épületben, hanem van 13 fiók könyvtárunk, valamint mivel mi megyei könyvtár vagyunk,
ezért ezeket a foglalkozásokat kivisszük kisebb településekre, úgyhogy most a nyári időszakokban hetente 2-3 kisebb településre járunk, Domaszéktől, Desztől kezdve akár Marosleléig. Ez már a második hete a tábornak, az első hetén a Hősök és Eposzok címmel hirdettünk meg egy robotika foglalkozást, a második része ennek a tábornak, itt szintén más gyerekek jöttek, ez a második hetünk, a kisherceg történetét dolgozzuk fel. Tehát a mi robotikai foglalkozásunknál nagyon fontos azt tudni, hogy mindig szövegértésen, olvasásfejlesztésre épül a foglalkozás, tehát nem öncélúan építünk, hanem általában olvasítunk a gyerekekkel verseket, történeteket, és ezeket keltjük életre különböző technikai eszközökkel. Nagyon gazdag digitális parkunk van, tehát a 3D nyomtatótól kezdve az Artec robotokon át, Lego eszközöken át, nagyon sok minden technikai eszközzel földolgozunk, dolgozzuk ugyanazt a témát. Például a 3D nyomtatóval elkészítjük a kishercegnek a bolygóját, a robotokkal fölépítünk egy-egy helyszínt, akár bemutatjuk a kishercegnek a vándorútját, vagy a lámpagyújtogatónak a bolygóját, vagy a róka megszelídítését. Ezeket a részeket a gyerekek építik föl kockák segítségével, egy Artec speciális japán technológiai kocka segítségével, kicsit másabb, mint a Lego, és Scratch programozással keltik életre. Tehát építenek is, ahol előhozzák a kreativitásukat, de mellette számítógépen digitális készségüket fejleszték programozáson keresztül. Amíg a gyerekek programoznak és tesztelik a robotokat, addig a 3D nyomtatóban a kis herceg bolygója készül. Van egy MakerBot típusú nyomtatónk, egy Replicator 2-es, ez egy PLA-nak nevezett műanyag szállal dolgozik, ez mondhatjuk, hogy egy kicsit környezetbarát műanyagról beszélünk, és ha kintalásolunk a földre, ez lebomlom egy bizonyos idő után. Ugye ez egy műanyag szál gyakorlatilag, amit behúz maga a gép, fölhevíti 220 Celsius fokra, ez a működési hőmérséklete, és egy betöltött sablon vagy terv alapján elkezdenek szépen rétegről rétegre kinyomtatni az adott dokumentumot vagy objektumunkat. A tervezésnél különféle sablonokat tudunk készíteni akár mi is online felületen keresztül, de tudunk már kész sablonokat is felhasználni. Ezeket ingyenes platformokon el lehet érni, amelyik mondjuk nem privát dokumentum. Maga a nyomtatás ugye rétegről rétegre megy. Szépen a nyomtató tálcára elkezdik kinyomtatni a szálakat, ez egy 1/10-4/10 mm vastagságig történő szálnyomtatásról van szó, és mindig egy 10 mm-rel ereszkedik majd a tálca, hogy az adott réteget befejezte. A nyomtatás költségtakarékos, tehát költséghatékony, ugyanis nyersanyagot takarít meg. Amikor egy adott testet nyomtat, nem fogja telibe nyomtatni az egész testet, hanem egy bizonyos mékos szerkezetet fog követni. Ezt a nyomtatási technológia válogatja meg éppen az adott nyomtatónál. Itt egy mékos szerkezetet, egy 5-6 szöget fog használni. Most egy kisherceg bolygó nyomtatódik rajta egy kisherceg figurával. Ezt egy ingyenes sablonként találtuk a robotika táborhoz, ezt egy picit átméreteztük, mert a teljes magassága nagyjából 20 cm lenne, azt azért elég macerás lenne kinyomtatni ezzel a nyomtatóval, vagy több részletben kellene esetleg eldarabolva. Szoktunk bemutató órákat tartani ezzel kapcsolatban, vetítéseket, különféle videókkal, illetve mi is sablonokat készítünk, például még Somogy is könyvjelzőket szoktunk nyomtatni, ezeket ajándékba oda szoktunk nekik adni a foglalkozás végén, vagy valamilyen vetélkedőhöz kapcsolódóan ezeket kiosztjuk. Maga a terem elrendezése is közös munka. A gyerekek ezen a papíron tervezték meg a munkaállomások helyeit. Igazából a robotot ugye a kisherceg kapcsán hoztuk létre. Azért, azt ugye a kisherceg szereti a naplementéket, és akkor ez a naplemente, meg egyben a felkelte is, úgy terveztük, hogy a kisherceg majd a nagy robot kisherceg, az megy utána, és akkor folyamatosan megnézi a naplementéket. Mert ugye a könyvben az volt, hogyha arrébb húzta egy kicsit a székét a bolygóján, akkor újra láthatta a naplementét, és ő ezt nagyon szerette. Igen. Jó, nézzük is meg szerintem, hogy hogyan működik, nézzük meg, hogy hogyan működik maga a szerkezet. A kapcsoló gombja, és akkor megindul, és akkor megy le a nap, megy fel a nap. És ugye világít, közben így. Milyen részekből áll össze ez az egész robot? Ugye itt van neki az agya. Az agya, amibe beletápláljuk azt, hogy menjen előre, mozogjon. Elbekötjük bele a ledeket például. Aztán itt van neki nem annyira látszódó eleme, amit egy bekapcsológom, meg kikapcsológom. És itt van a szervomotor, ami mozgatja a napot, amin rajta vannak ugye a ledek és a kockák. És akkor a ledek azért van ennyi kábel, hogy be lehessen kötni az agyba, hogy tudják mikor kell világítani.
De igazából most ez nem is annyira fontos, hogyha meg lehetett volna másképp oldani, akkor raktunk hozzá volna egy ilyen hátra egy másik elemet, mert itt csak folyamatosan világítani kell, nem pedig villogni, vagy esetleg valami más. Igen, ez tartja itt igazából a napot. Igen. Én próbáltam itt kicsit díszítgetni, hogy esik ugye az eső, szürke felhő. Igen, kicsit olyan, hogy kicsit ilyen tájképszerűség legyen. Ez itt igazából ez pedig azért van, hogy ne dőljön előre, mert ha ezt levesszük, akkor fogja magát az egész is előre dől. Igen, és ez nem néz ki túl jól. Igen. És az agyát, azt hogyan programozzátok be, hogy ezt a mozgást végezze? Vannak ott a laptopok, és akkor ilyen scratch-esben programozzuk be az egészet, hogy nem úgy van, hogy beírjuk egy programot, hanem meg vannak megadott táblá, ilyen elemek, és akkor azokat kell behúzni, azok összekapcsolódnak, és aztán szóval át kell erre tölteni. De még így is eléggé bonyolult, mivel például ezzel az ott még a gond, hogy vagy túlment, vagy túl gyors volt. Meg igen, meg volt, amikor le is repült az egész nap. Igen. Mert ugye, hát nagyon gyorsan ment, igen. És akkor így lerepült az egész. Minden a tesztelésen múlik. És igen, hogy érzitek magatokat ez idáig a táborban? Mióta vagytok már itt egyébként? Hát igazából nekem ez az első alkalmam, de már nem először programozok, tehát vannak ilyen napok, amikor ugye lehet programozni, és akkor már voltam itt egy egyszer-kétszer. Tehát már ismerem, meg ugye a szüleim is programozók, ezért már is, tehát már kicsit előrébb is vagyok. Én pedig, hát már robotot már programoztam a tábor előtt is, de nem sokszor. Viszont voltam egy 10 hetes EPAMOS Scratch-es tanfolyamon, és ott tanultam meg igazából a programozás alapját. Azóta is nagyon sokat használom a Scratch-et, azzal ilyen játékokat lehet inkább programozni, de az is ilyesmi, mint ez a robotos. Igen. De nekem tetszik a tábor nagyon, szerintem jó. Igen, szerintem is. A gyerekek egy olyan robotot is építettek, ami egy szenzor segítségével egy meghatározott területen belül tud csak mozogni. A Somogyi Könyvtár nyári gyermekprogramjai között azonban nem csak a táborok népszerűek. A könyvtár központi épületében lévő gyermekkönyvtár, az Agóra gyermekkuckó, valamint a Fiók könyvtárak is számos játékos programmal várják a családokat. Kitört a vakáció, tart a vakáció, és hát sok szeretettel várjuk a gyerekeket, és örülünk, hogy nálunk ilyenkor nem uborka szezon van, hanem zsivajtól hangos a gyerekkönyvtár, mert örömmel jönnek a családok játszani, olvasni, olvasmányokat keresni. Hogy mit lehet csinálni a szegedi vakációban, ehhez van ez a kis szegedi vakációs füzet, amely hát már 30 éve körülbelül mutatja minden nyáron, hogy milyen táborokba lehet menni, illetve napra lebontva, hogy milyen programokra lehet elmenni egy napon. És ebben a kis füzetkében benne van a Somogyi Könyvtár gyermekkönyvtárának is a programja, és hogy mi mindennel várjuk itt a gyerekeket, ezt szeretném most elmondani. Hát van két nyomozós játékunk, van két várhódító játékunk, és van egy gömbölyítő, mesegömbölyítő játékunk. Hát a nyomozós játékokkal kezdem, mert ez újdonság, ezt ebben az évben tartjuk először. Van a nagy könyvhajsza. Például itt minél több könyvet kell felhajtani a résztvevőknek, itt vannak elrejtve a gyermekkönyvtárban, és nyomkereső kártyák révén titkos írásokat megfejtve, nyomokat követve, megfigyelve dolgokat, így lehet megtalálni a könyveket, illetve a trófeákat így vadásszák le, és aki megtalálja a könyveket, minden könyvért egy trófea jár, amit a trófea gyűjtő füzetben gyűjthet. És utána, ki mennyi trófeát gyűjtött, akkor rangokat lehet elérni, és Bugac-Pongrácz rangtól egészen a Sherlock Holmes rangig lehet eljutni. Aki megcsinálja összegyűjti az összes trófeát, akkor a Sherlock Holmes rangot elérheti. Jelenleg 4x6 könyvet lehet levadászni, jövő héten kerül ki a
teljes könyvkínálat, 30 könyvet lehet majd levadászni. És az a jó ebben, hogy bármikor csinálható, ki mikor ér rá, bejön a gyermekkönyvtárba, és lehet könyveket vadászni. Augusztus 27-éig tart a legtöbb játékunk, ez is augusztus 27-éig lehet vadászni. A másik nyomozós játékunk a nyomkeresés a könyvtárban. Ez családoknak és baráti társaságoknak hirdettük meg, és az egész könyvtár nyilvános tereit lehet bejárni. Itt is kártyák vannak, azok mondják el, hogy mit kell keresni, hova kell menni, és így bejárhatják a könyvtárat, megismerkedhetnek a könyvtárunk szolgáltatásaival, illetve hát titkos kódokat lehet gyűjteni, és aki jól nyomoz, még ajándékot is kaphat. És itt van a két várhódító játékunk, itt látható a gyermekkönyvtár közepén most már két vár, és ez majd nőni fog 3, illetve 4 várra. Ezeket a Könyvkirály Birodalmának a várai, és a bástyák bizonyos könyvek meghódításához játékos feladatokat lehet megoldani, és aki az összes feladatot megoldja egy várhoz, általában 5 bástyát kell bevenni, akkor kitűzheti a zászlóját a várra. Ezt már több éve játsszuk, tehát ez már ismert játék, úgyhogy szívesen várjuk vissza azokat, akik eddig is szerették csinálni, illetve várjuk az új hódítókat is. És hát mindig gond, hogy akik nem tud olvasni, ő nem játszhat a várakkal, úgyhogy a mesevárat is meg lehet hódítani azoknak, akik még nem tudnak olvasni. 3 próbát kell kiállni mindegyik várhoz, és ha kiárták ezeket a próbákat, akkor kitűzhetik a zászlójukat a kisebbek is. Ezt is augusztus 27-éig lehet játszani, és aki a legtöbb várat meghódítja, azok között jutalomsorsolást is tartunk augusztus 28-án pénteken. És itt van még ez a mesegömbölyítő programunk, ez éppen a mai nap is van, ez minden szerdán van, és minden órában megszólal a kosi csilingelő hangja, és várjuk a kanapéhoz a gyerekeket, és ők választhatják ki, hogy melyik mesét hallgatják meg a kínálatból. Hát ezek a programjaink, amire szívesen várunk mindenkit.